Állj, ezt a kést elrakom mindent, te kapál, mert súlyos testi sértést fogok okozni valakinek. Na, szavaztok! Szavaztok! Összegyűltünk megint itt azért, mert ugye múltkor volt egy olyan kis elszólásunk, hogy a Tekabá kihívott engem fánkevő versenyre. Így igaz. Nem tudom, hogyha visszaemlékszünk rá, te azt mondtad, hogy tizet. Tizet, igen. Én meg azt mondtam, hogy akkor én megeszek 20-at. 20-at. Júj, Miki! Hát az jó sok fánk, egyébként én utólag belegondolva, ebből azt mondod, meg tudnál nézni tizet. Meg. Nem hiszem neked. A 20 azért már sok, nem? 10 még ilyen kólekt. Hát figyelj, 10-et szerintem még azért úgy megeszek, hogy észre se veszem. Itt vannak ilyen fánkokat vettem. És ezek ilyen bolti fánkok, amik el kell dobni a pics. Kóstoljunk meg egy ilyet, most ez egy bolti, ezt most vettem egyébként. Ú, ez töltelék. Mint töltelék is, nézd, neki vár. Nem rossz amúgy. Fogunk sütni sajátot. Az a legjobb. Ebből szerintem sokkal többet meg lehet tenni, mint a háziból. Nem tudom. Hát nézd meg, hát össze lehet nyomni, mint egy ilyen vékonyra. Itt ha megpróbálkozunk egy olyan dologgal, mert én még soha az életben nem próbálkoztam. Sütünk. Fánkot. Nem öltöztében, mondom, hogy öltözben. Öltözében? Hát farsang, tudod, mert farsang. Tényleg farsang. Oh. Azért mondtam, hogy öltözben zsákfosnak. De minden, zsákfos a bolondos. Találtam sok receptet, mi egy kiló lisztből fogjuk csinálni, mert ugye itt sok fánkot szeretnénk kapni. Igen, így van, így van. Úgyhogy kiló liszt, nem tudom, hogy fog-e sikerülni, szóval... Biztos. Nagyon furcsa, hogy beverünk egy üveg rumot, mert akkor legalább leszarjuk, hogy sikerül-e a fánk. Igen. Jó, ne oda! Egy kubicával belerakunk a tésztába. Ezt majd a tojáshoz légy szíves, hozzá kell borítani, jó. És összekeverni. Érzed a rum illatot? Hogy te most beleöntötted? Menjen bele. Jó, de egészet. Tudom, de apránként. Nem kell, milyen apránként, mik vagyunk mi. De félj, lehet. Már ilyenek, na. Vidéken, itt nem aprózzuk el az alkohol. Így van. Rumos tojás. És kirántjuk és megesszük, az kész. Ilyen végsősebb volt. Szóval itt van a liszt. Igen. Fogom a lisztet, kimértem élesztőt, ami szerintem egyébként rohadt sok, de a recept az ennyit kért, úgyhogy hát nem tudom, menjen akkor bele. Élesztő az egyébként 60 deka. Porcukor, ez mennyit mért? 80 dekát. Igen. Most dekába mondom. Vaj a 120 deka. Hát most kézzel, mivel nincs robotgépünk. Kézzel kell. Még mindig nincs robotgépünk. Hát még nyerünk valamikor esetleg. Majd valami műsorba behívnak, ha csak nyerünk. Okay. Akkor rakjuk bele a vajat. Akkor... Ez egyébként már ilyen szobahőmérséklet, úgyhogy így össze tudom nyomni. Ez így megy bele. Meg is kellenie. Így van, és akkor jöhet a tojás, a rumos tojás. Igen. Szépen bele. Ú, de annyira jó. Ú, nézd meg. Aj, de jó rumos illata van. Hát az ide is érzem. Addig elmondom, hogy a rum az azért kell bele, mert az alkohol, ezt én sem tudtam, de az alkohol állítólag az meggátolja abban a sütés közben a fánkot, igen. Hogy megszívja magát olajjal, szóval meg, így szépen fog, igen. Elvileg pirulni tőle. Na jöhet? Mehet akkor. Kicsit öntsél, nem kell egyből az egész, hanem még, hát még az a jöjjön, felét mondjuk bele. Mehet. Jó. Így jó, most jó. Mehet. Így. Oké. Okay. Jöhet bele az egész. Egészet, egészet? Lőgd, lőgd bele. Akkor belelőgjük az egészet. Figyelj, recept szerint ennyi kell, úgyhogy én nem... Jó. Menjen. Igen. Én nem vitatkozok a recepttel. Akkor benne van egész tej. Így, jó, összedolgozzuk. Jó, most fölállok viszont, úgyhogy bocsi, mert ezt azért állva kell gyúrni. Igen. Amúgy is mindig megkapom kritikának, hogy hogy lehet ülve főzni. De mi van veled? Hülye, ez tök jó az a tészta. Ez így jó, Miki. Nézd már meg. Nem mondj már, nem jó. Ez így jó. Oh. Egyébként lehet ebben még bármit rakni, aromákat, vaníliarudat. Igen. Vaníliaizét, bármit, amit akartok. De most ez, hát nem tudom, hogy milyennek kell kinézni, mert többféle receptet ilyennek láttam. Ilyen nálatok is ilyen otthon? Ilyennek, de nem, ilyen, nem van takarva, és kell. Illatozz meg. Hú, nagyon jó, hallod? Hú, ilyen jó vajas, rumos illata. Takard le, légy szíves, Kovácsi, takard le, mert én takarlak le téged, akkor baj lesz. Na mondod, júj. Akkor gyorsod! És meleg helyre tesszük? Hogy hamarabb kelljen, így van. Nice. Ding. Jövünk vissza, hogyha meg kell. Így van, jövünk. Képzeld el, egy nagyon kedves néző, igen. Akit úgy hívnak, hogy Károly. Meglebetegen valamivel? Hát meg téged is. Engem is. Neked is üzent, így van, még itt van a levél is. Még le is írta, hogy te kabácsi is. Köszönöm szépen. Sziasztok! Károly vagyok. Ki a Károly? Közkorcsi. Károly vagyok, Németországban élek, én is szeretem az erőset, mint és chipsek közül megtaláltam az idáig kóstoltak közül a legerősebbet. Tibinek tudom, ez játék lesz, de Pupi és Tekabá, mit szóltok hozzá? Németországból küldtem. Nem mondom, Németországból, Jézus Mária! Ja, mondjam, hogy németül. Ja, én is ennyit tudok, úgyhogy... ez chips. Chips. Csípős.
Csípős. Jó. Csípős. Én meg a Tibi szerint is nem egy ilyen hű, de nagyon veszélyes. De azért szerintem rohadt finom egyébként. És kiderült, hogy egyébként tényleg ilyen békönös íze van, szóval szerintem békönös. Sehr gut. Dankeschön. Azt a... Ja, te nem ettél velünk ízett csilikumot, chipset, szerintem az erősen. Azt a megjelját. De sehr gut. Ez, amit teszünk, ez az enyém, azért pontatlan, tessék, ezt hazaviheted. Köszönöm. Elkipegeted majd meccs közben. Azt a megjelját. Vielen Dank. Vielen Dank. Super. Megnézzük, hogy kelte a tésztánk. Igen. Kelt. Hát még az első kelés volt, ugye ennek kétszer kell úgymond egy kicsit keleszteni, úgyhogy most kiborítom, egy kicsikét átgyúrom, és megy vissza megint egy ilyen 20 perc, fél órára kelni. Egy kicsit meglisztezem a platnit. Hát én már ilyen nagyon rutinosabb. Rutino, elegancia, hopp! Hoppá! Oda lé! Ja, bocs! Na, figyelj, odané. Odané, de ez egy forma. Hú, de jó. Igen. Kicsit átdolgozom még egyszer. Átgyújjuk. Még hogy nem járok gyúrni. Így átgörgetjük. Gurul a golyó. Aztán most hagyjuk még egyszer egy kicsikét kelni. Így van. Be a terjébe, vissza. Még egy. Egy kevés. Ez nem tudom, miért van szükség, de mindenki így szokta csinálni. Vagy legalábbis hát amiket láttam a recepteket, ott mindenki így csinálta. Még az öregek is így csinálják. Tényleg? Nem tudom, de miért kell kétszer? Nem is így csináltam. De tudod, hogy miért van? Mi ennek az oka? Attól lesz a legjobb. Nekem egy elég. Én elhiszem. És akkor megy vissza a melegre. Így van. Itt vagyunk a második kelesztéssel. Oda nézzetek. Hát, ez megint meg kell szerintem sikeresetté válaszom, vagy mehet így egybe? Szerintem... Menjen egybe. Menjen egybe. Hopp. Igen. Hú! Nem baj, kis por. Kis por? Körülbelül ilyen, azt mondják mindig a szakértők, hogy körülbelül egy centi magassága legyen a tésztának. Szaggató formát belisztezzük szintén. Legyen, igen. És akkor kezdjük el. Hopp! Egy. Ide rakjuk így. Mert itt is még egyébként még egyet fog kelni. Igen. Ide takarom. Hát nem egyszerű ez a fánkozás. Ez mennyi? 4. 5. 5, 6. Hát figyelj, és ez még csak a te adagod. Tudom. Maradék anyagot majd egyébként összegyúrjuk megint, és abból is ugyanúgy lehet. Figyelj, én szerintem végig megyek így. Jó, ennyi végig. Egy izéből. Kizenítjük. Egy húzásból kiszaggatom, amit... Igen. Én nem tudom elképzelni, hogy ebből hogyan lesz egyébként bármi. Lesz, ne. Ebből lesz. Lesz, ne, hogy ilyen. Nagyon jól csinálod. Igen. Lesz. Meg vagy elégedve? Meg. Egyébként lesz lekváros, lesz fahéjas. Minden, ez minden. De várjál, most ez akkor 2, 4, 6, 8, 10. Kicsit itt eltakarítunk, ezt letakarjuk, ezt is letakarjuk. Minden. És lekabát is betakarjuk. Igen. Aztán meglátjuk, hogy... Mi lesz? De eddig jól alakul. Maximum elmegyünk a spárba, azt veszünk egy pár ízét fánkot. Valamennyit emelkedtek, de... Azért nem olyan hatalmas. De jó puha. Igen. Jó ízék lettek. Közepét így nagy ujjal benyomjuk, de nem kell átlukasztani, csak benyomom. Azzal lefelé kell belerakni az olajba. Nézzük meg, hogy ez a teszt sütés. Mi van veled, öcsém? Nézd jó. Már meg, milyen jó. Már kapucint, jó van, jó. Jó lesz ez, te kabám. Mondtam én neked, nem kell izgulni. Nem kell izgulni, minden megy, működik minden, jó. Király. Ez egyébként fahéjas, vaníliás cukor. Muti, ide a kamerába, mutasd meg. De fain. Te kabácsi, örül a te kabácsi. Mi lesz itt? Nekem életem legelső sütése.
Te sütöttél már így? Én már sütöttem, igen, ott... De nem ezzel a recepttel. Nem, de én sem más. Egyébként valószínű, hogy ezek nem azok a nagyon ilyen puha, mint a felhő. Nem lesz az olyan puha, mert igen. Ahogy itt ránézésre is látjuk, azért ez ilyen kopogósabb lesz, roppogósabb. Tekebb azt mondta, hogy tizet bever ebből. Én még mindig azt mondom, hogy nem. Én meg viszont, hát így... Elég felelőtlen módon azt mondtam, hogy én meg 20-at. 20-at, bevállalja, figyeljétek, ez meg. Először 15-öt mondtam, és akkor utána, szóval minimum 15-öt meg kell lennem ahhoz, hogy elfogadjuk ezt a challenge-et. Neked meg ez 10-et. Ez mennyi fog? Figyelj, akkor szerintem először kóstizzuk meg. Kóstizzuk meg, most egyszer lekváros, meg... Én egy ilyen lekvárossal kezdek. Én meg ilyen nézzük sima meg. Fog. Szerintem ropogni fog, hallgassuk meg. De jó. Nem. Nagyon ropogós a külsője, de belül... Nagyon jó puha. Mint a kalácsi foszlipszi. Mennyire puha. Istenem, tényleg. Hallod, nem gondoltam volna, hogy belül ez ilyen jó lesz. Igen. Én azért tudom, hogy ez ilyen izé lesz, mint a rántott hús. De meg alapból a tészt is milyen finom. Igen. Omlós. Na. Vaníliás, cukros, fahér. Azt a rohadt. Ez lekvárom. Ez találat. Én imádom a fahéjat, és ez így. De. Vaníliás, cukros, fahér. De ez most lekvárom. És hogy érzed, hogy be fogod tolni? Be. Nem mondod. De. A fahéjasa nem tanul fel egy kis juhászirupot? De. Ó, de jól néz ki. Ide nyomjuk rá. Akkor már be is? Persze, nem menjél, mert ne legyen üles. Nem, amúgy igen. Igen. Jogos, jogos. Nagyon jól néz ki, Miklós. Na már megnézem a juhászirupot. Nem most én is, akkor ingyen először azt, mert megvárosod. Tehát egy fújni fogáljál. Nem fog fújni? Ugye? Ó, Isten, de jó. Ez betalált. Be. Be. Nagyon finom. Nem eszem meg, mi? De. Ja. Figyelj! Nagyon finom lett, tényleg. Ez, na. Még nem csináltam eddig soha. Ez a lekvárval iskény jó. Igaz, a jó házi lekvár. Így van. Spárból. Kalóriában mennyi lehet egyébként, hogyha valaki ért hozzá, akkor egyszerűen. Nagyjából satszoljuk már meg, mert nem tudom, de sok. Valószínűleg sok. Most összekombózom, hogy összerakok egy fahéjasat, meg egy lekvárosat. Na, szemmis. Akkor olyan, mint egy szemmis, mint egy kis puci. Jó. Nagyon jó, hogy együtt. Amúgy a rumnak az alkoholtartalma, szerintem kimegy ilyenkor? Persze, lepárolunk. Igen. Persze, az nem marad. Nem érem. Nem marad benne, az nem. Mennyit van még? Öt! Már csak egy darab. Túl vagy a felém? Igen. 2, 4, 6, 8, 11, 12. Hát akkor húzzél bele. Na, de már megettem izét. 8-at. Meg. Tényleg egyébként, hogy nem egy nagyok ezek különben. Nem, hát. Ezek a normál funk méretűek körülbelül. Kisebbek. Kisebbek, mint a normál? Persze. Na, hát figyelj! Hát házilag azért így... Mostagabb, magasabbak a házilag. Na jó, hát nincs ide kell. Nem tudom. Kicsit féltem a funk videótól, mert... Hát eddigi funk videóink azon nem sikerültek túl jól. Nem ér. Hát mert az egyik az abszolút nem sikerült, úgyhogy az be se került egy rendes adásba. És volt egy, ami sütőbe készült, egy óriás akart lenni, egy ilyen óriás funk. Az mondhatni, hogy sikerült, mert megsült meg ilyenek, de... Igen. Viszont annyira tömény édes lett, mert ott mindent túltoltam, ott pillecukrot, pudingot, mindent raktunk rá, hogy ott már olyan cukorsokkot kaptam, hogy... Nem jó, csak cukor, persze. Tehát nagyon akarom, mert ott két harapásra betolok egy ilyet. Gondolom. Tudom. Jaj. Kellett volna víz. Hozzáfizet? Igen. 10 darabom van, felénél vagyok. Úgyhogy itt a felénél kicsit el kell gondolkoznunk azon, Teka bácsi, hogy
Te minek öltöztél be Farsangon? Én... Te gyerekkorodban öltöztél be amúgy? Igen. Én voltam indián. Igen? Te volt az utolsó munkám. Tényleg indián voltam, és kovboly. Egyik évben indián, másik évben kovboly. Te akkor saját magadra harcoltál? Igen. Kicsik egyébként viszonylag, meg minden csak... Altatósabb. Ja, ugye igen, ez az édes. Igen. Édes de is, meg... Én meg szerintem megfogom. Csalókkal. Szerintem megeszem. Tényleg? Uh-huh. Nézzük meg, hogyha nagyon akarom, akkor... Szerinted hány harapásból tudom elpusztítani? De ebből kettőből biztos. Három? Kettő? Kettő. Na nézzük meg, figyelj! Na. Ez volt egy. Kettő, mondom. Mit érzel? Kérdez már te lenni? Hogy mondtad nekem, kevés lesz ez a 10? Szóval... Igen, most már utolsó kettő. Ez én mondtam, hogy azért sok. Tömény. Igen. Kiszállsz. Na, egyet hagysz. Pihenj rá, aztán jó. Csúszál rá. Figyelj, akkor várjál be engem. Jó. Elnézem, meddig bírok, meddig jutok. Akkor én már inni kell rá. Nem mondom őszintén, hogy én szól rá, akkor jó. Oh. Na. Ja, szívrohamom van. Ne ijeszgessé! Ugye a cukrod az rendben van amúgy? Igen, minden rendben. Cukor legyen. Ezután már nem lesz. Egyébként mindenkit arra buzdítunk, hogy ha tényleg csupán szórakozásból akartok ilyet csinálni, akkor ne. Én azért eszek ennyit, mert szeretek enni. Szóval mindig kérdezik, hogy miért szabálsz ennyit? Hát, ja, mert éhes vagyok. Éhes, így van. Na várj, viszont ezt megeszem, akkor elértem a beígérthez. Mert én ugye azt mondtam, igen, hogy azt mondtam először, hogy 15-öt eszek. 15-öt eszel, igen, én meg azt mondom 10-et. Egy még van. Na még. Most már jön a izé. 9 lecsúszott. 9 lemen neked. Egy még ott van a porondon. Ha ezt megeszem, akkor amit először ígértem, a 15, akkor az teljesít van. Így van. Akkor egészség. Egészség, így van, mi iszunk egyet még. Na. Ízett meg mindig, mert nem unom. Igen, annyira finom, hogy ez... Kicsit ragadok, én is már nem mutas, de így még egy popinak. Megvan a 15. Megvan a 15, ez igen. Ezután hallod, körbe futom a megyét. Annyi ezért lesz. Elfundulj Sopronba és vissza. Most nekem ezt még meg kéne ennem, és akkor lenne az, hogy nem maradnék szégyenbe. Gondoljátok meg, hogy ki mit vállal. Ja. Nem, mindegy, hogy ki mit mond. Na jó van, tovább megyek. Jó van, én is, ne. Egészség. Egészségedre. Neked az utolsó, izé? Utolsó. Hallottad már a gyomorom, hogy már itt izé? Kutyorog. Igen, utolsó. Hát akkor... Akkor szevasz. Akkor szevasz. Hello, szia. Tényleg megette a tüzet, baszki. De hopp. Tudnál még enni, hogy már... Nem. Ez a húr. Fánkot nem akarok egy darabig látni. Na, én sem. Itt olyan szálom van. Én sem. Ja. Finom, tényleg. Na. Úgy mondja, és ide fánk sütésünk szépen megkelt. Megsütöttük. Jó volt, finom volt, tényleg. Szerintem ez tök jó. Az le fog merülni ez a kamera. Le fog merülni a kamera. Te kamá. De. Ajjaj. Hát akkor nem muszáj. Muszáj? Nincs olyan, hogy nem muszáj. Nem mondod komolyan. Szemvics! Minél más, nem? Jó, most már kettő is sok lenne ez az édes íz. Igen. Bevallom. Egy hamar ilyet nem lesz úgy csak most. Na, még a utolsókat... Rugom. Rugod. Úgy mondom, rugod, rugjam. Fog ez menni. Beteljesítem az esküm. Esküm. Ami megesküdött, megvan.
Úgyhogy le a kalappal előtte. Ez a más. Örültem, hogy itt lehettem megint, hogy ilyen finom, amit csak készített a fánk, isteni volt tényleg. Finom volt, ez sok. Sok, igen, sok volt. A pici durva volt. Azért a kenyér nélkül így durva volt. De nem kívánom az édességet. Tudom, mit ennék? Mit? Húst. Húst, igen. Úgyhogy ilyen rántott hús kéne. Valami jó sós. Igen, ilyen sós, perec, vagy ilyen lopi. Igen, chipset például, zsákcsálni. Nagyon nem kellettett volna. Hát jó, de eljék hozzá, nem voltak akkorák, mint általában. Jó, tényleg nem. De figyelj, szerintem méretre... De méretre van akkor, mint a bolti? Van akkor, csak hogy a boltinál ez kicsit nem volt magas. Nem volt magas. Hát az a bolti, amit itt az elején mutattunk, tudod? Igen. Amit hoztam a spárból. Hát ez megint más. Hát de az, na én arra gondolok. Jó, az nem szalagos, mert ugye az ilyen teli lukas. Igen. Csak de... lehet, de mégis másképp. Hát az meg olyan, hogy így össze lehet nyomni, mint egy ízé papírt. Ne lúgó. Ja. Hát ez lett volna, amit itt beígértünk, a Funk Challenge. Köszönöm szépen, akkor... Köszönöm, hogy eljöttétek a bá... Meghívtál, itt lehettem. Ez király volt. Köszönöm. Linkek a leírásban. Jaj, elfelejtettük itt. Bazán nem kóstoltunk meg chili szósszal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, itt lehettem. Linkek a leírásban. Én megyek pihenni. Megyek emészteni. Szevasztok. Minden jó, sziasztok.